Kiemelnék egy dolgot, a termelékenységet, de előtte azért mindenképpen meg kell dicsérnem a digitalizációs szakmák nevébe is a versenyképességjavító intézkedéseket, hiszen ezek nem csak látványosak voltak, hanem látványosan bizonyítottak évek alatt, hogy valóban hasznos és fontos volt ezeket az intézkedéseket meghozni. Egy személyű lett a társasági adónk, és azt gondolom, hogy nem hangoztathatunk az FDI-ra, tehát hogy nagyon sokan bejönnek az országba, a kedvező adókörnyezet kedvéért is, bár nyilvánvalóan még tovább lehetne csökkenteni a munkaadókat sújtó terheket, a munkavér terheléseket, de alapvetően én a termelékenységre látom a nagyon nagy kihívásokat, és optimista csak azért vagyok, mert látom azt az utat, hogy mit lehetne fejleszteni, de ugyanakkor termelékenységben legyünk őszinték, és mondjuk ki azt, hogy mindig nem érjük el az átlag nyugati országnak a 35-40%-át sem, és a technológiai beruházás, a technológiai eszköz színvonal Magyarországra, és most nem partikulárisan, vagy kiemelten a multinacionális beruházásokról beszélve, az nagyon alacsony. A versenyképességünk igazából az alacsony munkabérekből áll, ugye ez a minimálbér egy kicsit ez ellene dolgozik ennek az egész rendszernek. Komoly technológiai beruházásokat kellene a közeljövőben megtenni, tehát tőkeintenzívbe kellene tenni a beruházások típusát a munkaintenzitás mellett, már csak amiatt is, mert teljes mértékben elfogyott a piacot, elfogyott a munkaerő, nincs több munkaerő, mindenki a munkaerőkre vadászik. Hadd említsek egyetlen konkrét adatot, én Székesfehérváron élek, és részt veszek az ottani társadalmi életbe, és kapcsolatban vagyok a komoly multinacionális vállalatok vezetőjével is, és el tudom mondani azt, hogy 4 multinacionális vállalat a következő 2 évben 150 milliárdos beruházást fog létrehozni új Székesfehérváron, hogy egy emberre nem akarja növelni valójában a létszámot. Ezt hogy kívánják megtenni? Először is a céljuk az, hogy minimum meg kell duplázniuk a termelékenységet. Hát azt gondolom, hogy Magyarországhoz képest mindenképpen nagyon nagy mennyiségű pénz behozatala következtében, és ezt csak úgy tudják megcsinálni, hogy ha csúnyán fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy leváltják a munkaerőnek egy részét, de igazából nincs lehetőségük tényleges váltásra, tehát képezni kell a munkaerőket. Az azt jelenti, hogy fél év, egy év alatt el kell azt érni, hogy az a sok-sok száz robot, amit behoznak a rendszerbe, az képes legyen, vagy legyenek olyan emberek, akik képesek ezeket irányítani, képesek ezeket működtetni, és ehhez alapvetően meg kell változtatni a szakképzési rendszerünket. Én azt gondolom, hogy ez az akkreditációs rendszer, amivel rendelkezünk, amihez több év kell, hogy bármiféle változás végül, az lehetetlen a rövid ciklusú technológiai változásoknak a támogatásához. Mi erre tettünk az IBS különböző javaslatokat, és tehát tényleg csatlakoznék az előttem szólókhoz, hogy a képzés oktatásra kellene egy nagyon-nagyon rövid távú, nem csak rövid közép hosszú távú is, de rövid távú fókusz tenni a közeljövőben. Azonnal megadom a szót.